A magyar szerkesztőség gondolkodás nélkül mondott igent arra a felkérésre, hogy munkatársainkkal együtt mi is bekapcsolódjunk a Román TV Delta emberei elnevezésű projektjébe. Így útra keltünk mi is, a Dunadelta Vulturului falujába igyekeztünk, ahonnan egy gyereket vittünk fel a Hargitára vakációzni. Tulcsa, Maljuk, és vissza a Vulturulja, innen veszik el a gyereket. Az első megállónk Tulcsa volt, ahonnan egy személyszállító hajóval utaztunk a következő állomásig, Maljukig, ahonnan a falu lelkésze vitt tovább kis motorcsónakjával. A 11 éves mititelő Petrika nagy izgalommal várt minket annál is inkább, mert egy régi álmát igyekeztünk valóra váltani. Ő ugyanis egy igazi lovastanyán kívánt pár napot eltölteni. Am învelit eu cu tata. Da? Da, și acum... Și îți place aici? Îmi place foarte mult. Zi-mi cam ce e și unde este, unde sunt prietenii tăi, cam unde stau? Eu aici n-am niciun prieten. N-am aici, eu sunt singurul băiat din tot satul de aici. Să fii cu minte acolo, da? Miután édesanyjától elbúcsúzott, kezdődhetett a kalap. Hogy közelebb kerülhessünk az amúgy barátságos érdeklődő gyerekhez, az úton játszadozni kezdtünk a felhőkkel. Vedeți-n orul la parcăzișes Cristian Rechin. Ia uitați-l, care a ieșit. Ia uitați-l, vedeți? Késő délután érkeztünk a Sólyomkő hátán kialakított lovastanyára. Befogadó házigazdáink Szígyártó Zoltán és Antohi Melánia, a Hargitai Mushing Sportklub alapítói nagy szeretettel fogadták Petrikát, és mindjárt az elején bevonták a tanya körüli tennivalókba. Ők egyébként ellenérték nélkül vállalták a kisfiú táboroztatását. Másnap már a többi gyerek is megérkezett a táborba, a 11 éves deltai gyerek teljesen beillett a képbe. Az esős idő miatt sokan visszamondták a lovaglást, és Petrikának 4 lánnyal kellett táboroznia. Az 5 nap hamar véget ért, de hogy még egy kicsit gyarapítsuk Petrika élménytárát, megálltunk Csíkszeredában is. A kisfiú sok múzeumot szeretne meglátogatni, ezért elvittük a Csíki Székely Múzeum egyik érdekes időszaki kiállítására. A magyarországi Váci templomban 1994-ben felfedett kripta múmiáiból álló bizarr leletgyűjteményt nézhettük meg. A visszaúton még egyszer eljátszadoztunk a felhőkkel. Unom, tetszik. O cască, un fel, ca un fel de cască, vedeți? Îl are de sus. Uitați după coavă, vedeți? Uitați, uite, uite. Aha. Ușa asta mare, uite ce formă are, vezi, are și așa. Da. Dar de asta ziceai tu dinozaurul. Nu, am trecut de el. Böve Buti beszámolót augusztus 2-án délután 4 órától a Magyar Adásban láthatnak.